2014-ben újra szabályozták, majd 2015-ben jelentősen módosították a felvonókkal kapcsolatos kormányrendeletet Magyarországon. A régi szabályok szerint először 2020-ban szabványossági felülvizsgálatot kellett volna végezni valamennyi működő felvonónál, helyette az ellenőrzések számát módosították. Korábban évente két alkalommal kellett fővizsgálatot és ellenőrzővizsgálatot tartani, aminek komoly költségei is voltak. Ezt úgy módosították, hogy 20 évesnél fiatalabb vagy teljesen felújított liftek esetében ez évente egyszer kötelező, a 20 évnél idősebb felvonók esetében pedig fél évente. Azt mondhatom, hogy jelentősen több mint felére csökkent a ilyen drágán megfizethető ellenőrzések száma. Persze ez egyúttal jelentheti, vagy jelenthetné, ha nem figyelünk oda, mi felhasználók, üzemeltetők is, a veszélyeztetettség növekedését, hiszen a veszélyes üzemnek minősülő berendezéseknél, mint a felvonók is, azért emberéletek múlhatnak azon, hogy mondjuk egy főellenőrzés, vagy egy kisebb vizsgálat, az megállapít-e bizonyos hibákat, vagy átsiklik fölöttük. Hát korábban a 4 ellenőrzés nyilván komolyabb szűrést eredményezett. A karbantartással kapcsolatos szabályok is módosultak. Maximum 75 nap lehet két ellenőrzés között a 20 évesnél fiatalabb liftek esetében, amíg az ettől régebbi felvonóknál ez mindössze 35 nap. Egy-egy ellenőrzés után kötelezhetik a felvonók felújítását vagy teljes cseréjét. Utóbbi akár a 10 millió forint feletti összeget is meghaladhatja. A felújítási költség ennek a 60%-a. Ez egy sajátos épületfelújítási program. Ehhez a magyar állam biztosít egy sajátos finanszírozási formát, előtakarékossági formát, ez a lakástakarékpénztári rendszer, ahol az előtakarékosságként befizetett összegek éves összege után 30% állami támogatást kap a lakóépület, és hát az igazság az, ha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, ilyen jó befektetés Magyarországon, de még talán Európában se nagyon van, ahol a hozam éves átlagban is 12-13%-ot el tudja érni. A szakember szerint a liftek egy része nem felelne meg az új, még szigorúbb uniós szabványnak, ugyanis az országban lévő mintegy 37 ezer felvonó egyharmadát még 1990 előtt helyezték üzembe, de a lakásszövetkezethez tartozó 61 liftet is hasonló időben, vagy még korábban szerelték be, az akkori szabályok szerint.